Sziasztok, én Dorothy vagyok. Üdvözöllek titeket a második napon a szerdai frissítésben. Ebben a videóban itt van velem Normi. Nem szólalok meg, troll. És most meg fogom csinálni a feladatokat. Ő egyébként most Messenger hívásban van itt velem, úgyhogy most nem nagyon fogja itt kommentálni az eseményeket. Viszont én itt csinálom. Pedig tök jó lenne látni, hogy mit csinálod. Ja. Holnap gyere át, és akkor próbálj. Akkor én is nyomathatok, megküldtem azt a hívóval. De baszki, hallod, miért nem jössz át holnap órák után? Átmegyek. És akkor csapatjuk a lóval. Na jó, akkor most egy új videó lesz. Ez meg majd szombaton kerül ki. És akkor én minden napra van egy videóm. Vagy nem. Úgyhogy ez most egy új videó ötlete, hogy Normi kipróbálja az SSO-t, úgyhogy nem fogok neki mutatni semmit, szóval ő semmit nem fog tudni. Na de, a frissítés. Semmi, csak úgy tud vele menni. Már megint valahogy biztos. Bumolt egyet, már megint a mikrofonod. Na de. Tökölj. Hihi, boldog Halloween. Ha nem csal a szemem, te egy igen bátor ifjúgó egyemény lehetsz. Rabolhatom az idődet néhány percre? Nem. Nem. És igazad van, én egy igazán bátor ifjúgó egyemény. Három lóval érkeztem ide, de úgy tűnik mindegyik ők elkóborolt a cudar mindenüket. Jó, de az hogy sikerült egyszerre három lóval érkezni? A cudar mindenüket. Szóval a cudar mindenüket, jó. Esetleg segítenél nekem megkeresni őket? Adok három adagot, nem. Kussolj be, adok három adagot a misztikus poromból. Ha megtaláltad, le foglak rakni. Ha megtaláltad a lovai miatt, szólj rájuk egy-egy adagot ebből a porból. Ha rászorod a port a lovaimra, tudni fogják, hogy vissza kell térnünk hozzám. A pornak más hatásai is lehetnek. Légy szíves, mert nagyon fáj a torkom. Úgyhogy ne tessék megijedni, bátor ifjú egyemény. Hihi. Na. Kezdjük akkor. Térképén jelöli, úgyhogy nem lesz ezzel probléma. Jaj. Jaj, mi a fene? Nem játszom el, hogy nem tudom, hogy mi ez, mert amúgy láttam már őket, ahogy itt mászkálok. Igen, most nekem kell majd így eljátszani, holott én úgy se tudnám. De hülye. Szóval én amúgy se. Tehát én már amúgy is láttam ezeket a lovakat, úgyhogy nem játszom el, hogy nem tudom, hogy néznek ki, mert... Biztos feketék a Halloween. Hát igen, pont, hogy jól tippelted, baszki, mert egy csontvázló és fekete alapon fehér csontváz van. Tehén. Fehér! Milyen tehén? Tehén lovak. Azok a legjobbak. Ez tetszik, hogy itt szórja a port. Jaj, múmia. Paukáló. Pauk. Jaj. Elnekezd, mert szakadni fogok a röhögéstől. Micsodát? A jajozást. Jaj. Jó, akkor gondolom ez lesz a zombi ló. Zombi. Mert? Zombi. Zombi ló. Annyira... Úristen. Valaki jött meg fullad a háttérben. Nope. Vajon ki az a valaki? Biztos én. Szerintem is a háttérben. Kettő van belőled. Jaj, belőled egy is sok-sokszor. Három is. Belőled egy is sok-sokszor, úgyhogy nem kell belőled három. Pedig négy van. Ezt nem. Na. Hihi, meglepődtél, hogy mi történt? Bizony, ez a varázsforom hatása. Meglepődtem ám. Úgy meglepődtem.
A Halloween különös és rejtélyes események napja. Lehetetlennek tűnő furcsa lények bukkannak fel, ráadásul ez a legjobb alkalom mágikus keverékek megalkotására. Ezek a varázsporok átmeneti álcával ruházzák fel a jordiki melegvérűeket, hatásuk pedig idővel elmúlik. Egyszerre csak egy hatás vezethető be, úgyhogy jól oszd be az idődet. Hihi. Úgyhogy jól oszd be, hogy mikor drogozott be a lovait. Ez ugye. Íme egy kis minta, amelyet kipróbálhatsz a lovadon. Ha többre vágysz, sokféle mintázatot is kínálok jó áron. A készleteim szinte kifogyhatatlanak. Beteg ez a játék, hogy drogos lovakkal csinál. Mik ezek? Drogos lovak. Ezt külön nem láttam, tehát csak kezdő lovadon még időt tartom. 15 perc. És hogy rakom rá? Leszállok róla. Már nincs ideig. Megítottad. Gondolom le kell szállnom, nem? És akkor valami olyasmi. De cuki fejet vág! Na, no, cuki fejet Osztok vág. Osztok kávére. Ez mi? Emberek, ez mi? Ez? Mi a fasz? Csúnyát mondta. Ez nekem... Ez undorító. Ez undorító. Tűnj már el. Ez valami rohadt undorító. És még ez lesz, hogy a lovamon 15 percig. Tűnj már el. Úgyis meglátod majd a videót. Ez valami cseszettül undorító. Konkrétan így, hát, hogy mondjam, egy csontvált képzelj el, aminek ilyen tüzes alába. Ez nekem nagyon nem tetszik, de lehet, hogy megbékélek vele idővel. Ja igen, a másik kettőből is veszek. Aztán majd egy külön videóban megmutogatom ezeket a dolgokat. De nevér por, sötét por. Jaj, de jó. Akkor a zombiló meg a múmiát az szerintem felesleges, mert azt itt láttátok ezeken a lovakon. Ez a múmia, de ugye ilyen mustroj már, de... Én is látni akarom. Ilyen sörény nélkül van egyébként, hogyha te veszed meg, ez meg a zombi. 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 Hát ez meg a csontváz, de ez valami iszonyat undorító, úgyhogy... Csontváz. Ne pussoljál már el. Nem érdemes megvenni, mert... Vagy hát nem érdemes ugye megvenni, meg. Pedig ugye feladatban megkapjátok, úgyhogy... Ez a legjobb, vegye meg mindenki. Úgyhogy úgyis a tiétek vegyétek lesz, meg. De... Nem érdemes egyébként külön megvásárolni, nekem nem tetszik. De vegyétek meg a csontvászt, azt vegyétek meg. Akkor még van egy feladatunk, most próbálok úgy viselkedni, mintha nem lennél itt, de nem jön össze, mert kurva idegesítő. De a csontvászt azt azért vegyétek meg. Ez ugye. Akkor megyünk aranymezőre, ott találkozunk. Na. Szia Doroti, épp időben érkeztél meg, azon töprengsz, hogy hogyan tudom a neved. Egyszerűen csak tudom, rendben? Gondolom már találkoztál az ikertestvéremmel, Eve-vel. Általában a Silvergate kastélynál találod meg, de szerintem kicsit unalmas a csaj. Minden esetre most, hogy végre itt vagy, talán tudsz kicsit segíteni nekem. Meghívtak egy napon különleges partira, és még nincs meg a jelmezem. Összegyűjtöttem a megfelelő darabokat az öltözethez, azonban az ikertestvérem szellem barátai leléptek velük. Itt van, érted, egy boszorkány ruhába, de nincs neki jelmeze. Boszorkány ruhában. Nagyon vicces, tudom. Láttam, hogy az egyikok a Silvergate falu irányába tart. Elegendő anyag van náluk, hogy számodra is készíteni tudjunk egy jelmezt. Épp időben a Halloweenra. Megkeresnéd nekem a Silvergate falu területén elhagyott jelmez darabokat, és visszahoznád őket hozzám? Ó, ne felejts el benézni a kastélyba se. Lehetséges, hogy az ikertestvéremnek is köze van a dologhoz. Jó? Akkor ezt most itt fölgyorsítva fogom nektek megmutatni. Szóval összeszedem ezeket a darabokat, aztán folytatjuk.
végeztem. Ez ilyen, hogy mondjam nektek, ilyen cseles, mert igazából direkt eldugják a épületek mögé. Cseles. Eldugják az épületek mögé, szóval, hogy ti keresitek, akkor vagy a videóban lévőket vegyétek fel, amit ugye én most megmutattam, vagy... Vagy ne nézz, ne is kezdjétek bele. Vagy igazából az épületek mögött megnézitek. Az is mindegy jó megoldás. Az épületek mögött, ha megnézitek, ott van. Köszönöm, hogy visszahoztad a jelmezem részeit, Dorothy. Végre nekiállhatok a ruhám elkészítésének. Azon gondolkozol, hogy miért WC papír tekercsekre hasonlítanak? Múmia jelmez készítek. Az ókori Egyiptom madárság nagyon divatos. Dorothy, pont téged kerestelek. Pont engem! Sajnos az összegyűjtött darabok nem elegendők a jelmezhez. Kár. Az egyik bárgyú szellem a pincelődbe tartott. Lefogadom, hogy az anyagok maradékát ott fogjuk megtalálni. Találkozunk ott, és keresünk meg a jelmező hiányzó részét. Rendben? Mit kapok? Nem nézem meg. Jaj! Jézs! Mi? Hát akkor elmegyünk Pinterődbe, azt ott ali. Na, itt is vagyunk Pinterőd. De basszus is ágaskodik Pinterődbe. Úgyhogy most még további WC papír hurigákat kell keresgélni. Azt hiszem. Fel lesz a várba, mert nagyon a vár felé visz. Komolyan guri papírokat kell keresgélni a lovos játékban. Úristen, alig hallok. Nagyon szar a hang. Nem nézel videót? De. Akkor azért szarlak. Kizártól. Ja, most faját kell megkeresni, hogy milyen kicsi. Úgy azt mondtam, hogy elég gagyi játék, hogy... Ne hajolj ilyen közben, mert nagyon szarul foglak hallani. Nem baj. Szülye. Kizárt, hogy fajt találod. Akkor hol kell megnézni? Mert itt csillog, vagyis hogy itt izél a térkép, de nincs itt. Álljál még meg, értem? Értelemszerűen meg kell állnom. Aha. Tik. Türelmetlennek tűnik. Dorothy, ide értél, mi tartott ennyi ideig? Amúgy tényleg sokáig volt. Mi több, annyira lassú voltál, hogy a jelmezem egy részét be is tudtam fejezni. Tied lehet. Ilyen lassú voltál, hogy a jelmezem egy részét már el is használtam szaráshoz. Múmia ing. Leírása. Azok az átkozott szellemek. Úgy tűnik, hogy az anyagokat a Pinterőben szana szétszórták. Ezt valaki komolyan viccesnek találja? Ártalmatlan szórakozás. Ezen aztán én nehéz levetni. Ez évekbe fog telni. El fogok késni a partiról. Jut eszembe, sokkal gyorsabban haladnánk, ha összegyűjtenéd az elrejtett anyagokat. Ne felejts el kimenni a strandra se. Bemehetnek a szellemek a vízbe. Fogalmam sincs, minden esetre nézd meg ott is. Kaptam egy múmianadrágot is. Mint amúgy 1000-ért tudsz megvenni, 100-ért eladni. És még nem kaptam meg, de most fogom megkapni a feladatot. Amit gondoltam, hogy ilyet kapni, mert sajt. Ez itt mi? Itt egy szellem. Ja, még nem csináltam meg a Mrs. Horsfordnál ezt a izét, de azt is egy külön videó. Most ezt nem mondod komolyan. Ezt ugye nem mondod komolyan. Dorothy, nagyszerű! Szokásodra szíven tökéletes az időzítésed. Épp most fejeztem be ezt a bájos jelmezt. Mit szólsz? Szó sem jut, én sem, kicsit sem. Igen, most megkaptuk a elszóló nadrágot is. Hol van?
Mire volt jó? Mi a rák? Na, így. Képzeld, Doroti, láttam, hogy az egyik szellem a borászat felé távozik az anyagaimmal. Pedig majdnem végeztem a jelmezemmel, s találkozzunk borászatban. És megint elteleportál. Yeah, itt van. Türelmetlennek. Ügyes vagy, Doroti, sajnálom, hogy olyan hirtelen távoztam, nem akartalak megijeszteni, csak próbáltam követni ezt az éjjel és semmire kellőt. Bizony, jó okom volt rá, szanaszét, ha igálta a zöld gazember az anyagaimat. Láttam, hogy némelyik a fán lógott. Miért tenne bárki is ilyet? Miért? Gonosz szomorúkban ezeknek a szellemeknek, Doroti. Általában szeretem az ilyen tréfákat, de ma nincs időm erre. Még be kell fejeznem a jelmezemet, mielőtt elkezdődik a parti. Mivel az anyagokat szeneszét haigálták, összegyűjtenéd őket, amíg befejezem a jelmezem egy részét. Vagy Doroti. Épp most végeztem a partira szent jelmezem egy részével. Nézd, mit gondolsz, nem is rossz, ugye? Tessék, ahogy ígértem, ezt neked készítettem. Maradt még egy kevés anyagom, készíthetnénk valami bagányat. Reménykedünk, hogy addig béké hagynak minket a szellemek. És ez most mi? Na. Úgy tűnik, hogy szerencsénk van, Doroti. Nem láttam semmelyik. Mi az? A zöld szellem? Ó, ez az átkozott kis lovagolj utána, gyorsan! Kezdődik a verseny. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy. Ó, várj, micsoda? Mi történik? Hol vagyok a borászatban, ugye, szép hely? Épp csak ó. Te ki vagy? Megint be fog zárni a pincébe. Örülök a találkozásnak, Doroti. Én egy kicsit félek. Az a lány, Eve, nem igazán kedves velünk. Várjon, nem, az a lány. Jaj, ne! Mennyi gondot okoztunk neki? Ó, igen, úgy hiszem azonnal bocsánatot kéne kérne tőle. Micsoda, ki? Ó, te vagy, Doroti. Valamit csinálni akartunk, ugye? Bocsánatot akarunk kérni attól a lánytól. Így-től, mielőtt elfelejtem ismét. Már nem olyan jó a memóriám, mint régen. De nem az ő hibája, csak az egész évet abban a nyírkos pincében töltjük. Azt hiszem eljönnél, találkoznál velem annál a Silver Bay-be. Elképzelhetőnek tűnik. Találkozunk, hol találkozunk? Ó, igen, Silver Bay-be. Találkozunk Silver Bay-ben. Az én legsegítőkészebb barátom, Doroti. Épp most beszéltem a barátoddal a zöld szellemmel, hirtelen távozott, nem is tudom hova, de megkért, hogy köszönjem meg neked, úgyhogy köszönöm. Doroti, úgy örülök, hogy megoldottuk. Többet már nem fognak zargatni minket a szellemek. Kíváncsi vagyok, hogy fognak reagálni, ha elárulom nekik, hogy én vettem rá az ikert, és vérem, hogy a pincébe tartsa őket. Erről jut eszembe, itt van a jelmez utolsó része. Hogy tetszik? A partínos, igazából csak kíváncsi voltam, hogy néz ki egy WC papírba csomagolt ember.
Azonban be kell valljam, piszak jól néz ki a jelmez. Minden esetre sietnem kell, majd később találkozunk. Hello! Ennyi egy kis rövid montást láthatok erről a jelmezről. Így karakterem. Szóval most ide lerakjuk a pacim, és akkor láthatjátok a rövid montást, és utána pedig elköszönök tőletek, mert hát olyat is kell. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, Facebookon meg ilyenek ugye nem van a leírásban, ez a szokásos szöveg. Sziasztok!